Az Eötvös József Általános Iskola saját produkciókkal ünnepelte nemzeti ünnepünket. Orth László igazgató beszédében kifejtette, hogy március 15-e és a 48-49-es forradalom és szabadságharc emléke nemzettudatunk egyik legfontosabb pontja. Kérte a diákokat, hogy ennek megfelelően a legnagyobb tisztelettel álljanak az ünnephez. Számomra az 1848. március 15-i forradalom a legkedvesebb. Hogy miért is? Azért, mert egy ország végre szinte egy emberként összefogott egy nemes célért, mégpedig a magyar szabadságért, a polgári fejlődésért, a magyar kultúráért. Azért, mert amikor kellett, akkor fegyvert fogtak, és ha kellett, életüket, vérüket adták a hazáért. Sokáig, nagyon sokáig sikerrel vívták a csatákat. Sárkány Döme a nemzeti dalt közösen a diáktársak megerősítésével szavalta el. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughattak. A magyarok is lennek, esküszünk, sehonnan épít angember, ki most, ha kell halni, nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok is Sós Márton tanítványainak, az Államvándorok Társulat énekeseinek produkciója a rendezvény szép, egyben katartikus része volt. És mi mégis látszott voltunk, ide veled régi karunk. A magyarok istenére remek ötletet valósítottak meg a diákok, szintén Sós Marci segítségével, a Táncterem egy rövid, március 15-e eseményeit bemutató élő kiállítássá vált. Egy élő múzeumot hoztunk nektek, itt egy félkörben fogjátok látni a március 15-e eseményeit, illetve a legfontosabb szereplőit. A Nóri lesz az idegenvezetőtök, ő mindig ráirányítja majd arra a figyelmet, amit éppen nézni kell. Ez egy 4 perces kis múzeumi látogatás, hogy fogadjátok szeretettel. A siker bátorságot öntött a kezdeményezőbe, akik délután 3-kor a Nemzeti Múzeumnál nagy ülést tartottak, majd az időközben 10 000-esre húzza a tömeg, a Pest Városi Tanácshoz vonult, és rábírta a tanács tagja, hogy csatlakozzanak követelőseinkhez. Forradalmi válaszmány alakult, majd a nép elindult Budára a helytartó tanácshoz. Az óriási tömeg kíséretében érkezett választmányi vezető, Nyári Pál, Pest megye alispánya, Rottenmiller Lipót, Pest város alpolgármestere és Klauzár Gábor, Csongrád vármegye követel adták elő a követeléseiket. A sokaságtól megfélemlített helytartó tanács elfogadta a 12 pontot, azonnal törölte a cenzúrát és szabadon bocsátott a börtönéből, a sarkóvédség és izgatás vágyával 1847-ben elítélt Táncsics Mihály, akit a tömeg diadal menetben vitt Pestre. Az osztályokon a folyamán egymást váltva látogattak a Petőfi szoborhoz, a tanárnénik pedig kihasználták az alkalmat, hogy itt is új ismereteket adjanak diákjaiknak. Melyik vers az, amit ti is tudtok Petőfi Sándorról? Mondjad, Katika, a nemzeti dal. Figyelj rám egy picit, mondjuk el közösen a nemzeti dal első versszakát. Jó, figyelj! Petőfi Sándor, nemzeti.